aki vádolt bűnös, emberről is büntettében, mint társtettes, 1978. 4-es törvény 166 szava fejbekedés, 2 bekedés, kis B és F pontja. Ezért a bíróság 13 év fegyházbüntetésre és 10 év időtartamra Magyarország területére történő kiutasítás mellékbüntetésre ítéli. A szabadságvesztés büntetés tartalmába beszámítja a vádott által 2014. december 2 napjától a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt. Ítéletet hirdetett a 2001-ben történt emberölési bűnügyben a nyíregyházi törvényszék. A tényállás szerint a 35 éves vádlott egy vagy több társával együtt 2001. október 21-én este tört be a Kántor Jánosiban élő 84 éves férfi és 79 éves feleségének családi házába. A házaspár gyakran alkalmazott vendégmunkásokat a ház körüli munkákhoz, ezt használták ki a támadók. Köztudomású volt, mert idős sértetek ketten élnek a házban, valamint az is halókészülék nélkül nagyon rosszul hal, és az átok művet felhasználva a lakásukon készpénzt tartanak. A vádottak átugrottak a kerítésen, megfojtották a hátulugató kutyát, majd a zajra felébredő idős férfit a bejárati ajtónál puszta kézzel olyan súlyosan bántalmazták, hogy a férfi a helyszínen életét vesztette. A másik szobában alvó asszonyra is rátörtek, puszta kézzel és kalapáccsal addig ütötték, amíg bevallotta, hová rejtett el 400 ezer forintot. A tettesek a pénzzel elmenekültek, az asszony nem sokkal később a kórházban belehalt sérüléseibe. A bíróság a vádlottal szemben az elkövetéskor hatályos PTK rendelkezését alkalmazta, mert az kedvezőbb a számára. A bűncselekmény elkövetésekor a vádlott nem volt még 20 éves, ezért vele szemben nem lehetett életfogytig tartó szabadságvesztést kiszabni, így végül 13 év fegyházra ítélték. A végzés ellen a vádlott és védője felmentésért és enyhítésért fellebbezett, az ügyész 3 nap gondolkodási időt tart fenn, így az ítélet nem jogerős.